pénteken Debrecenben játszott a Duna Aszfal DTK H Kecskemét. Az első 10 perc 25-17-tel ért véget. Ezt követően lendületben maradt a házigazda és a második etap elején 10 felé növelték előnyüket. A meccs vége felé rohanás vette kezdetét. Sinik hármasa vissza még tartogatott némi reményt 74-69. Ennél közelebb vissza nem engedte a Deac a Duna Aszfal DTK H Kecskemétet. A végeredmény 79-71 lett a debreceniek javára. Vegyes érzelmeim vannak, mert amikor azt csináltuk, amit megbeszéltünk, akkor irányítani tudtuk a játékot. A második negyedben sem védekezésben, sem támadásban nem voltunk koncentráltak. Értékelt a játékot Forrai Gábor, vezetőedző. Szombaton az OTP Bank Liga 9. fordulójában a KTA a Paksi FC-t fogadta a Széktói stadionban. Az első lehetőségre nem kellett sokat várni, a harmadik percben Szohodovszki tette jobbról horvát elé a labdát, aki egy átvétel után éles a, a rövid mellé A folytatásban inkább a küzdelem dominált, a Paks gyors, hosszú indításokkal próbálta az üres területeken megjátszani könyvest. Rendkívül küzdelmes párharcokkal teli csatát vívtak a felek, melynek végén megosztoztak a pontokon. A végeredmény egy, egy lett. Az első fél időt érzésem szerint nagyon jól kontrolláltuk, jól futballoztunk, széleket meg tudtuk bontani. Helyzetünk nem volt sok, de ígéretes lehetőségénk igen. A második fél idő rendkívül kiegyenlített volt. Összességében igazságos a döntetlen. Egy jó paks ellen szereztünk pontot, ez a jövőre nézve bíztató. Értékelte a mérkőzést Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.